Többször rendeztek már Nyíregyházán felnőtt súlyemelő országos bajnokságot, viszont először adott otthont a versenynek az Atlétikai Centrum. Az NVSC és a Magyar Súlyemelő Szövetség által közösen rendezett OB-ra 27 egyesület 96 versenyzője nevezett. Ez a létszám a maximális, tehát a súlyemelő szövetségnél ugye meg van határozva, hogy milyen minőségi teljesítményre kellenek képesnek lenni a súlyemelőknek. Tehát gyakorlatilag aki teljesítette ezt a szintet, az mindenképpen részt vehet a versenyen. És be is van határolva, hogy egy nap hány versenyző indulhat, maximális a létszám, én ennek személyesen nagyon örülök. Az NVSC két versenyzőt indított. A hölgyeknél a 64 kilós súlycsoportban Füzesi Anna 150 kg-os összteljesítménnyel szerezte meg a második helyet. A 96 kg-os férfiaknál Dobi Levente két jó szakítás és egy jó lökés gyakorlatot bemutatva 275 kilóval végzett a második helyen. Elégedett vagyok nyilván, mindig jobbat remélünk magunktól. Igazából az első helyért szerettünk volna jönni. Kezembe is volt ugye az utolsó két lökőgyakorlatommal, ez nem jött össze, de megyünk tovább, és ezt jövőre szeretném pótolni. Az országos bajnokságon ott volt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség alelnöke is, aki a sportág olimpiai jövőjéről is szót ejtett. Jelen pillanatban a súlyemelés helyzete az biztosnak mondható. Az októberi Nemzetközi Olimpiai Bizottság sessionen megerősítette a súlyemelés státuszát is, nem csak Párizsban természetesen, hanem a Los Angeles-i olimpián is. De valóban egyre nehezebb felszínen maradni, hiszen rengeteg új sportág jelenik meg. Most nemrég döntöttek arról, hogy Los Angelesben 5 új sportág kerül a programra, úgyhogy nem könnyű ott maradni, de azt gondoljuk, hogy a súlyemelés, amely már az első olimpián is szerepelt, ott lesz a jövőben is, és mindent meg fogunk annak érdekében tenni, nemzetközi szinten is, hogy ez a nagy tradíciókkal rendelkező sportág és csodás eredményekkel, magyar eredményekkel rendelkező sportág hosszú távon is ott maradjon, és nem csak 28-ban, hanem 32-ben Ausztráliában is, és remélhetőleg előbb-utóbb egy magyar, egy budapesti olimpián is a programon fog szerepelni. A magyar súlyemelő 2 arany, 9 ezüst és 9 bronzérmet szereztek az ötkarikás játékokon, és 1960 óta minden alkalommal indult magyar versenyző az olimpián. A 2024-es párizsi játékokra jövő év áprilisában zárul a kvalifikációs időszak.